Nagyon köszönöm a meghívást, megköszönöm mindenkinek, aki ezt a meleg, füllett nyári délutánt arra szánt, hogy beszélgessünk egy picit. Hát 18-ban ugye, arra nem tudom, mennyire kíváncsiak a jelenlévők, hogy miért mondtam le, mert nem, azt már nagyon sok helyen elmondtam. Egyrészt ugye megígértem, hogy lemondok, azért nem sikerül. Azért mondd el, mert mai napig én a Facebookon látom néha megütközve, hogy milyen sok kritika jön föl még mindig ezzel, hogy te miért léptél vissza. Tehát szerintem talán kíváncsiak rá. Nyilván a politika az egy olyan műfaj, ahol nem tud mindenkinek a kedvébe járni az ember. Tehát, hogy bármit csinálok, az valakinek nem fog tetszeni. Tehát, hogyha nem mondtam volna el, akkor nyilván annak a akkor a komment szekcióban azt kérnék számon, hogy hát miért nem mondott le Vona Gábor. Lemondtam, most nyilván sokan meg ezt kérik számon. Úgyhogy én nem a kommentek alapján döntöttem így nyilván, meg ezt így mindenkinek mondanám, mert látom, hogy vannak itt jó páran fiatalok is, hogyha bárki politikai pályafutásra készül, és megkérdez engem, mint ilyen politikai matuzsálemet, hogy mi a legfontosabb tanácsom, tanításom a számára, ne olvasson kommenteket. Tehát ez az elsődleges lépés, és elnézés azoktól, akik itt vannak jelen és kommentelnek, ők nyilván kivételek, de azt hiszem, hogy már körülbelül ott tartunk, és ez nyilván most nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, bár érdekes téma, hogy sajnos a kommentelés, mint olyan, az teljesen elveszítette az eredeti célját. Tehát valamikor, amikor ezt a szilícium völgyben kitalálták, hogy majd lehessen kommentelni a különféle posztok alá, akkor én látom azt a ilyen aha élményt, ahogy ott fölállnak, és egymás karja, megvan végre a 21. század demokratikus vitáinak kitaláltuk a módszertanát, de hát nem ez lett. Tehát a kommentelés ma, nem tudom, hogy Európa vagy világszinten mi a helyzet, de Magyarországon az lényegében pszichiátria. Tehát a társadalmi lipótmezőjén így szoktam nevezni a komment szekciót, és még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, de én azt tapasztalom, hogy ma már a józanabb gondolkodású, nem frusztrált emberek inkább elterülik a kommentelést, vagy pedig csak olyan ilyen safe space-ben, baráti körben kommentelnek, ahol nem kell attól tartani, hogy jön majd pár őrült, frusztrált, vagy odaküldött ember is szétszedi őket. Szóval zárója bezárva, csak ez valahogy kikívánkozott, nem tudom miért. A lényeg az, hogy így ezt ígértem, hogy lemondok, de akkor én már 18 áprilisában azt is láttam, hogy körülbelül mi várható az ellenzéki térfelén, és láttam azt, hogy egy nagyon nagy igény van arra, hogy az ellenzék együtt induljon egy nagy összefogás keretében. És én ezt elfogadtam, hogy van egy ilyen társadalmi nyomás, de részt venni már nem akartam. Nem akartál benne. Nem akartam benne, úgyhogy én jobbnak láttam azt, hogyha ebből inkább úgy hátralépek és hagyom, hogy ez nélkülem valósuljon meg. Meg talán még ez ide kívánkozik, akkor nagyon sokszor elmondtam, és azóta se tudok jobbat, hogy nem, egyszerűen engem olyan szinten sokkolt a 18-as eredmény, hogy úgy éreztem, hogy nekem most időre van szükségem, meg gondolkodásra, hogy megértsem Magyarországot, mert úgy tűnik, hogy Orbán Viktor mindannyiunknál jobban ismeri a magyar emberek lélektanát. Nyilván a médiát megszállta, meg egy csomó gazdasági, meg egyéb erőforrás az ő rendelkezésére áll. De én azt gondolom, hogy van valami más is, amit meg kellett, vagy meg kellene fejteni. És azt gondoltam, hogy most akkor csinálok más, egy csomó más tervem volt, könyveket írtam, elkezdtem újra tanulni, egyetemre járni. Tényleg? Igen. Úgyhogy, meg hát nyilván csináltam egy vállalkozást, csináltam egy alapítványt, tehát a szoftverem alapvetően egyébként nem változott. Tehát úgy fogalmaznám meg az elmúlt 4 évemet, hogy pártpolitikán kívül, de közéletem belül. Ez volt nagyjából szerintem az, amit én most csináltam. Ja, nem tudok kibújni a saját bőrömből, tehát a közélet engem fog... Tehát... nem is kell, tehát... Nem is kell, persze. És akkor egy ilyen névképezik kapcsolatban, tehát hogy írtál könyveket, meg hogy úgy fogalmaztál valahol, hogy több volt a kérdés, mint a válasz. Igen. És ezt, ahogy én figyeltem a munkásságodat, ez lehet, hogy nem csak a politikára, hanem saját magadra is egy kicsit talán vonatkozott. És akkor írtál egy ilyen könyvet, ezt nem tudom, mutatom mindenkinek. Nem tudom, hogy ki az, aki olvasta, ugye az a cím, hogy Míg a halál el nem áraszt. Ugye ez egy meglepő könyv volt, azt hiszem, ugye tőled vagy egy politikustól. Hát nyilván akik nem ismerték az én alapkarakteremet. Igen, nem ismertek olyan közelről, azt gondolom, mert azért ugye egy politikai mezőben nem ismerjük az embert feltétlen, hanem csak a politikust látjuk, az alapján alkotunk véleményt. Szóval hogy jött ez a könyv tulajdonképpen? Akkor azt kérdezném, ami ugye az első, nem biztos, hogy az első, de számomra az egyik első ilyen meglepő dolog volt, miután kiszálltál a pártpolitikából. Az igazság, hogy
ha meg kéne mondanom azt, hogy mi az, amire tényleg úgy büszke vagyok, a családom, meg a barátokon, meg az egyéb magánéleti dolgokon kívül az életben, akkor ez az a könyv, amire tényleg büszke vagyok, és ebbe beletartozik a politikai pályafutásom minden sikere, meg kudarca. Tehát azt hiszem, hogy ha most a jó Isten magához szólítan, akkor, és megkérdezi, hogy mit érzek úgymond a fő művemnek, akkor ezt mutatnám neki. Ez nem promóció volt, tehát nem az félreértés ne essék, bár talán annak sem volt rossz, de az a helyzet, hogy engem gyermekkorom óta a halál kérdés elképesztően foglalkoztat. Ezt a politikában nyilván nem mondja, melyik kiszabazna olyan politikus, aki elkezd a halálról beszélni, ugye? Alapvetően a halált, mint témát, megrázó dolog, ugye mindannyian veszítettünk már el valakit, vagy ha valaki még nem, akkor fogunk. Tehát az élet legdrámaibb dolga, és ezt gyermekkorom óta nem tudom elfogadni. Meg hát egy tabu, tehát amit írsz is a könyvedből, tehát én azt éreztem, hogy egyfelől drámai, ezért sem szeretünk róla beszélni, de olyan a kultúránk, főleg a mi nyugati kultúránk talán, hogy ez egy kicsit olyan tabu téma is, úgy kerüljük is, tehát... Hát abszolút, erről nagyon nagy irodalma van ennek, hogy a nyugati társadalmakban hogyan vált tabu kérdési alá, hogyan helyeztük a halált így partvonalon kívülre, és hogy mennyire megrázó az, hogy ma egy nyugati ember halála, vagy haldoklása, a mi haldoklásunk, tehát tegyük ezt azért fájóan személyessé, a mi haldoklásunk az általában nem családi körben zajlik, úgymond ideális körülmények között, hanem ilyen neonfények között egy elhagyott kórházi szobában. És nem igazából az ápoló személyzet sem tud mit kezdeni a haldoklóval, ugye ez is most egy nagyon akut téma az orvosi kommunikáció, hogy hogyan az orvosok sem tudják kezelni. Az orvosok is tele vannak halálszorongással. Uh-huh. És ez a könyv egyébként a halálszorongásról szól, de nem csak erről, nem csak az én személyes. Tehát igazából a motivációm személyes volt, de maga a könyv az nem az én önéletrajzom, az én birkózásom a haszással, hanem én valamikor még a politikai pályafutásom előtt akkor is ugye foglalkoztatott ez a kérdés, írogattam a kis jegyzeteimet különféle olvasmányélmények alapján, és valamikor az életem egy pontján fölírtam azt a mondatot a kis jegyzetfüzetembe, hogy hát végül is az embert emberré, tehát a homo sapienst emberré, tehát kultúremberré azt tette, hogy rájöttünk, hogy meg fogunk halni, és ezelől menekülünk. Ha ez nem lenne, akkor lényegében főemlősök maradtunk volna. Ezt írtam le magamnak, és hát akkor, megmondom őszintén, így hátradőltem, egy autóba ültem, amikor ezt megfogalmaztam egy réten, Dunakeszin a repülőtér mellett, és azt éreztem, hogy hú, hát én most megfejtettem a világtitkát. Hogy itt hát nagyon nagy filozófusok jöttek, mentek, keresték a... Nietzsche és a többiek mögébe állt a sorba. De nem sikerült nekik, itt Vona Gábor a Dunakeszi repülőtér mellett jött rá a titokra, és nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt megfejtettem. Az emberi, hogy mi az, ami különlegessé tesz bennünket, mert ha belegondolunk, a világon minden a helyén van. Minden. A tárgyi világ is, meg az élő világ is, mindenki elégedett azzal, ami. Igen. Egyetlen egy problémás élő lénye van ennek az univerzumnak, azok mi vagyunk. De nekünk nem elég az, ami, valamivé válni kell, nekünk minket valami állandóan mozgat, valami, tehát nem elég önmagunk. Nekünk meg kell valósítanunk önmagunkat, valami célt kell találni, tehát nem elég az, ami vagyunk. És hogy én ott rájöttem, hogy hát valójában azért nem, mert mi vagyunk az egyetlen egy élő lény, amelyik tudja, hogy meg fog halni. És ez egy olyan drámai fölismerés, ami nem teszi lehetővé már azt, amit az állatvilág megél, hogy ők is meghalnak, de mivel ennek nincsenek a tudatában, ők egy ilyen állandó paradicsomi állapotban vannak. Nyilván, amikor mondjuk egy antilopot egy oroszlán üldöz, az nem egy paradicsomi állapot. Akkor nyilván a halál rémületőt is elárasztja. De amint az oroszlán megette, akkor már ugye mindegy, ha nem ette meg és megmenekült, akkor utána elfelejti. Utána békésen legelget tovább, és nem fog... Mi nem ilyenek vagyunk. Tehát amikor az ősünk egyik társát elragadta a tigris, vagy agyontaposta a mamut, utána ő nem tudott egy óra múlva legnyugodni és békésen falatozni, vagy a tűz körül ülni. Tehát őt ugyanúgy elkezdte nyomasztani, hogy úristen, hát ez akár én is lehettem volna. Meg hát mennyire szerettem azt a társamat, és innentől kezdve valami többre volt szükségünk annál csak, hogy élünk. És szerintem az, hogy ebben nem pusztult bele az emberiség, mert ebben bele kellett volna pusztulni, tehát ezt pszichésen nem lehet kibírni. Mi azt hiszük, hogy ki lehet, de csak azért hiszük ezt, mert az ember föltalálta a kultúrát. Na és ide ezt akartam pont mondani, hogy ugye végülis lett egyfajta megoldása, amennyire lehet ennek a dolognak megoldása a könyvben, és ez ugye ez a kultúra. És itt egy kicsit átkötnék a következő könyvedre, ugye ez pedig ez az átokból áldás.
Igen, tehát a kultúrát találtad meg, mint választ. És csak bocsáss meg, hogy vágjak szabad, hogy definiáljam itt a jelenlévőnek, hogy mit jöttek én kultúrán. Igen, 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 éreztem, hogy valami még kell körül. Igen. Csak azért fontos ez, mert hogy a kultúra szó kapcsán ilyen, az jut eszünkbe, hogy állunk egy ilyen, nem tudom, egy kiállításon, és nézünk egy ilyen festményt, és az ilyen magas kultúra, meg kicsit már ilyen sznobizmus is. Számomra a kultúra fogalmánél egy sokkal szélesebb. Én azt nevezem kultúrának, ami abban segíti az embert, hogy többnek érezze magát, mint hús és vér. Uh-huh. Tehát az embernek arra van szükségünk, ugye tűzoltó leszel vagy katona, tehát valamire szükségünk van arra, hogy valami olyannak a részeseivé váljunk, amitől azt érezzük, hogy a mi életünknek van valami értelme. Ha nem is vagyunk halhatatlanok, nyilván a vallások ezt mondják, az is a kultúra része, hogy ők ezt úgy oldják meg a vallások, hogy hát nem kell aggódni, lesz majd egy túlvilág, vagy lélekvándorlás, vagy nirvána, vagy valami, de valami lesz. A művészet, a tudomány, szintén a halált próbálja valahogy, a művészet úgy próbálja megoldani ezt a halálszorongásunkat, ezt az ősi, szerintem az első emberi élmény, ez a szorongás. És innen indul minden. Amikor Ádám meg Éva eltakarja. Milyen levéllel? Fügefa levéllel eltakarja magát, és ráébred, hogy úristen, itt valami nincs rendben. Igen. És ez a kultúra, és ebben minden beletartozik. Tehát az is, hogy most itt beszélgetünk, és igazából mi értelme van? Tehát ez javítja bárkinek itt a szaporodási potenciáját? Esetleg a pogácsa, mondjuk igen. Tehát hogyha valaki azzal a szándékkal, hogy biztos lesz ingyen pogácsa, őt végülis nem kulturális élmény hozta ide, de minden más, amiért itt vagyunk és beszélgetünk, és majd kérdések lesznek, és az valójában kultúra. És amiért ezt a könyvet írtam, még az elsőt, az, hogy egy ilyen segélykiáltás a világnak, hogy ne úgy tekintsünk a kultúrára, ebben az értelemben vett kultúrára, mint egy ilyen sznobizmusra, meg egy ilyen fölösleges luxusra, hogy hát vannak festők, jó, hát éjjel halnak meg, mit és tudom én. És azt is írod. Hanem, csak ezt, bocs, igen? Hagyj fejezzem be, hogy ez egy mondatot, hogy az tehát hogy a kultúra, én azt állítom, és ez a legfontosabb, és akkor be is fejeztem, az a baj, hogy annyira fontos nekem ez a könyv, de talán ez le is jött, hogy igazából én nem is beszélünk másról, szinte csak erről, de lelövöm magam, de még ezt az egy mondatot. Tehát szerintem a kultúra ebben az értelemben szükséglet. Ha én úgy fogalmaztam meg, hogy levegő nélkül 2 perc alatt, vagy 3 perc alatt, víz nélkül 3 nap alatt, élelem nélkül 3 hét alatt, vagy 2 hét alatt, kultúra nélkül 2 vagy 3 év alatt, de elpusztulunk. Tehát, hogy ez egy ugyanolyan létszükséglet az embernek, amit ha nem kapunk meg, ha nem érzi bárki azt az életében, hogy az ő életének van valami magasztosabb célja, mint hogy egyen, meg ürítsen, meg szaporodjon, akkor be belepusztul. És nem véletlen az például, hogy a legnagyobb büntetés az a magánzárka. Mert ott egyszerűen kiteszik az embert a kultúrából. Hát valaki, aki magánzárkába kerül egy idő után, inkább azt kér, hogy engedjetek ki és verjetek meg. De ne legyek itt. Vagy hogy mondjak, hányszor van az, hogy valaki szereti a munkáját és nyugdíjba megy. És aztán pár hónap, pár év is el is megy. Uh-huh. Mert megszűnt az, ami számára a kultúrát megjelenítette, ami az ő halhatatlansági projektje volt. Kulturális közeg lehet embernek. Persze, abszolút. Mert ott érezted azt, hogy te több vagy, mint hús és vér. Igen. És hogyha ez megszűnik, akkor abba belehalsz. És én azt látom a mai világban, hogy nagyon persze klímaváltozás, meg migráció, meg sok probléma van, de nem ez az alapprobléma. Hogy a 21. század szerintem a szorongás évszázada lesz, és méghozzá azért, mert a kultúrát szétvertük, és lényegében a mai világban ilyen fogyasztói gépek lettünk, és azt hiszük, hogy ha megtömjük a belünket, meg telerakjuk a kosarat, az majd jó lesz, de nem jó. Tehát, hogy az a baj, hogy egyre depibbek vagyunk, egyre depressziósabbak. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen úgy érzed, hogy válságban van a kultúra? Nagyon, nagyon, nagyon. Egyszerűen nem kultúravesztés áll fönn szinte, és lényegében ez szerintem... Ez a nyugati kultúráról beszélünk? Igen, nyilván, de hogy azért azt is látjuk, hogy a nyugati kultúra saját képére formálja a keleti, meg a egyéb kultúrákat is. Tehát, hogy valamiért mégis vonzó. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogyha ez a nyugati kultúra ennyire rossz lelkileg, miért ennyire vonzó mégis, hogy mondjuk a japán, kínai, az indiai is ilyen módon akar élni. És hogy lényegében ők is lassan elfogyasztják a szónak a rossz értelmében a saját kultúrájukat. Ami szerintem óriási baj lesz, mert nem lesz halhatatlansági élményünk. De ugyanakkor azt is érezzük a nyugati kultúrákban, pont most a 21. században, hogy igen, mintha egyre többen ezt éreznénk, és kapaszkodunk más kultúrákba. Tehát ugye nagyon megerősödött itt Nyugat-Európában is a buddhizmus például. Nagyon megerősödtek bizonyos ezotérikus hajlamok. Tele van spirituális könyvvel a könyvek. Tele vannak spirituális könyvekkel. Jó irány ez? Hát szerintem ez lehet, hogy így nem,
megfogalmazható, hogy most jó vagy rossz. Hát szerintem egy immunválasz valahol. Aha. És hogy mondjak, akkor, és akkor lehet, hogy ez már átvezet bennünket a többi témához, hogy ebben a kultúravesztett világban a politika az egyik olyan kulturális közeg, ami minden mocskával, meg minden aljasságával, meg minden kiszerűsége, de mégis ad valami élményt az embereknek arra, hogy ők több mint hús és vér. Tehát, és szerintem amikor arra keressük a választ, hogy Orbán Viktor miért a legsikeresebb politikusa az elmúlt 31 néhány évnek, akkor szerintem ez a válasz. Többek mellett nyilván nagyon tehetséges, nagyon jól fölépítette a Fidesz, a kétharmaddal megszállta az államigazgatás, ez mind igaz, és ez mind hozzájárul, de a kulcskérés szerintem az, hogy Orbán Viktor az, aki a legjobb kultúrapótlékot adja a szavazóinak. Tehát, hogy lényegében vallássá vált a politika, mivel a vallás, legalábbis a nyugati vallás, hogy te is mondtad, a kereszténység már egyre kevesebb embernek képes megadni ezt az élményt, hogy ad egy életcélteket, egy élettávlatot. Nem csak a túlvilágra, hanem itt is. Nagyon sokan még ma is ezt gyakorolják, de azért azt ismerjük, hogy egyre kevesebben. És jön a politika, és annak a szorongó, depressziós társadalomnak, amelyik nem tudja, hogy pontosan mitől érzi magát rosszul, de én azt gyanítom, hogy azért, mert nincs neki kulturális élménye, erre jön a politika, és azt mondja, hogy ne félj. Ugye Jézusnak is erős mondata volt, hogy ne féljetek, Orbán Viktor is ezt mondja, hogy ne félj, segítek neked, te egy hatalmas nagy küzdelemben, egy apokaliptikus nagy világküzdelemnek lehetsz egy fontos szereplője, végre van értelme az életednek, a jó és a rossz harcában veszel részt, és a politika ugyanúgy működik, mint a vallás. Van egy főpap, aki hát szinte már isteni magasságokba emelkedik, vannak nagy körmenetek, vannak szent könyvek, vannak szent megmondó emberek, proféták, Bájer Zsolt például, és most ezen most mosolygunk, de hogy igazából ezeknek a... Működik. Ezek vallási, tehát vallásilag értelmezhető elemek. És lényegében azt adják az embernek, amit a vallás adott mondjuk a középkorban, hogy azt érezte az ember, hogy az ő életének van értelme, meg van iránya. Orbán Viktorra szerintem nagyon sokan persze félelemből, meg a nyomor, meg felvásárolták, tehát ilyen szavazóik is vannak, de a törzsbázis, akit nem értünk sokszor, hogy lehet Orbán Viktor a 26. kanyar után is még ennyire követni és ennyire hinni benne, azért, mert ő valójában nem egy politikai szereplő ezeknek az embereknek a szemében, hanem a legfontosabbat adja, megszabadítja őket a szorongástól, a halálszorongástól, lényegében kultúrát ad nekik, és azt mondja, hogy te fontos vagy. És itt visszakötünk egy kicsit a kultúrkörökhöz, akkor, és egy kicsit ráfordulunk ugye erre a könyvre, ami a második könyved volt, tavaly jelent Igen. meg, azt hiszem. Ugye ez a turánizmus járja körül. A turánizmus, úgy érezhető, hogy a turánizmus az például egy ilyen kultúra, kultúrkör, amibe hát itt kapaszkodhatunk kicsit... Nem a legjobb kifejezéssel? Hát nem messze lakik innen Kassai Lajos, akivel egyébként, mert ez egy interjú kötet, tehát szeretem. Hogy 8 interjú van benne, és azokat próbáltam összekötni, és ugye ez olyan, mint egy nyomozás, úgy írtam meg az egész könyvet, mint egy nyomozati anyag, ahol van 8 tanúvallomás, én vagyok a nyomozó, és próbálom megtalálni, hogy ki a gyilkos. Ugye itt nem a gyilkos kerestem, hanem arra a kérdésre a választ, hogy az a keleti komponens, ami bennünk van szerintem, szeretjük már elfelejteni, vagy nem tudomást venni róla, vagy úgy tenni, mintha már kimosta volna belőlünk ezt a részt az elmúlt 1000 év, de én szerintem nagyon erősen bennünk van még mindig. És egyébként a Fidesz, nem akarok most megint mindig politizálni, de ügyesen is játszik erre rá. Szóval mi ez pontosan, és hogy ennek lehet-e, és ha lehet, akkor mi lehet a 21. században az üzenete a számunkra? És hogy erre próbáltam választ találni, tehát nem maga a turanizmus, hanem a magyar nemzet lelkületén, ha lehet ilyet mondani, nyilván ez egy általánosítás, mindannyian mások vagyunk, hogy mi a helye és szerepe ennek a keleti identitásnak. És most nyilván nem akarom az egész nyomozati anyagot elmondani, de hogy nagyjából a megfejtés az nem olyan nagyon nagy különleges felismerés, az, hogy a keleti és a nyugati komponensről ki kell békíteni. Tehát, hogy nem, tehát a történelmünk nagyobb részt arról szól, hogy pattogunk a kettő között. Hát megpróbálunk a nyugathoz csatlakozni, most fölzárkózunk, és most már mi is nyugatiak leszünk, és most már olyanok leszünk, mint az osztrákok, meg a franciák, meg a németek, meg mindenki. Nem sikerül. Általában, sőt, soha nem sikerül. Sőt, még azt is érezzük, hogy nem csak, hogy nem sikerül, de mi meg is lettünk egy picit alázva. Ki lettünk nézve, ilyen szegény rokonként kezeltek ott bennünket, vagy még nem is szegény rokonként, hanem ilyen oda nem illő vendégként. Így megszóltak bennünket a nagyon jól öltözött franciák meg angolok, hogy kik ezek a parasztok,
És akkor ezen megsértődünk, és akkor elmegyünk keletre lelkileg, most ezeket ilyen szimbolikusan igen. mondom, elfordulunk lelkileg kelet felé, és akkor azt mondjuk, hogy igen, kilettünk innen utána, na akkor majd visszatérünk az ősi Attila, és lerohanunk benneteket, és mindenkit szarra szétnyilazunk. Tehát, hogy hirtelen ugye új rokonokat találtunk, vagy úgy felfedeztük a török rokonságot. Most a turánizmus, ennyit még menjünk bele, hogy ugye a turánizmusról nagyon sokunknak esetleg ez a török kapcsolat jut az eszébe. Meg a második világháborús, szélső jobboldali mozgalmak, tehát sok negatív dolog ráragadt. Igen. De akkor maradjunk inkább a kelet-nyugat vonalnál. Ugye ez valóban egy olyan téma volt, amit a 22-es választásokban is nagyon erősen előkerült, inkább talán az ellenzék vette elő, mert ugye amikor a Putyin hát lerohanta lényegében Ukrajnát, és ugye a nyugatiak azok nagyon egyértelműen az ukránok partjára álltak, a keleti országok meg hát úgy hezitáltak, vagy úgy nem volt olyan látványos a kiállásuk, és ugye akkor az ellenzék elkezdte tematizálni nagyon ezt a dolgot, hogy akkor mi, mondjuk mi az ellenzék, mi vagyunk a nyugat pártja, aki nyugati világot akar, az jöjjön velünk, és a kelet az egy ilyen elmaradott, rossz dolog. Ezt te hogy láttad, hogy ez mennyire volt jó, mennyire működött, mi a véleményed erről az egészről? Hát nyilván ezt a politikai, tehát a háború azért ezt felülírta. A háború kitörése után már a kérdés inkább arra redukálódott, hogy most ki akarja háborúba vinni Magyarországot, és ki nem akarja. És ugye nyilván a kormány úgy pozícionálta magát, hogy ő van a békepártján, Márki-Zay Péter és az ellenzék pedig a háború pártján, és hát volt néhány olyan nyilatkozat, ami lehetett citálni ennek az alátámasztására. De alapvetően ez a kelet-nyugat vita szerintem mind a mai napig zajlik, és itt a saját lelkünkben is zajlik szerintem. És én nagyon nem szeretem már ezt a vitát, mert én azt gondolom, hogy én úgy fogalmaztam meg ebbe a könyvbe, hogy most már eljött az idő arra, hogy Istvánt meg Koppányt, a belső Istvánt és ami a lelkünkben lévő Istvánt és Koppányt, most már le kéne ültetni egy tárgyalóasztalhoz és békét kötni nekik, és elfogadni Koppánynak, hogy a nyugathoz tartozunk, de elfogadni Istvánnak, hogy ott van bennünk ez a keleti komponens. Hát ezt ne akarja kinégyelni, kiönteni forró vas, se akar. Fogadjuk el, ez a kettő együtt van, és próbáljunk ezzel valamit kezdeni. És hogy erre azt látom, hogy hát vagy egyik oldalra megyünk a másik ellen, vagy aztán visszapattanunk, aztán megint, tehát vagy ez zajlik, vagy pedig mind a kettőből kivesszük a rosszat. Igen. Tehát mi a nyugatból kivettük ezt a fogyasztói mentalitást, a keletiből meg a despotizmust. Tehát ugyanúgy fogyasztunk, mint a nyugatiak, de egyébként ugyanolyan despoták vagyunk, mint keleten. És miközben lehetne egy pozitív szintézis is, hogy a nyugattól átvennénk ezt a kreatív, kezdeményező, tetterős nyugati mentalitást, tehát azért nem ez a Pató Pál úr azért. Igen. Tehát azért ismerjük, hogy a nyugatiaknak azért van egy dinamizmusa, amit szerintem jó. A keletiektől pedig vegyük át azt a fajta létharmóniát, ami szintén megvan keleten, és jó. Tehát a keleti vallásoknak, a keleti filozófiáknak, a keleti embernek azt a természetközeliségét, azt a univerzalitását, ami például egyébként akár a klímaváltozás vagy a környezetvédelem kapcsán egy fontos üzenet lehet. Mi lenne, hogyha mi magyarok, akikben ez bennünk van, tehát ez a két komponens ott van, mi lennénk az a nemzet, és engem ez lelkesít, nyilván ez egy idea, meg egy álom, de mi lennénk az a nemzet, amelyik ezt megpróbálja így szintetizálni, és de azt mondani, hogy mi nyugatiak és keletiek vagyunk, és nem mind a kettőből a rosszat szeretnénk, hanem mind a kettőben meglátjuk a jót, és mi azt szeretnénk megvalósítani. És ez a kettő nem ellentéte egymásnak, hanem egy ilyen. Amúgy is mostanában annyira divat ez a fúzió, hát minden ilyen fúziós konyhák vannak, mert nem tudom, hát akkor ilyen fúzionáljuk magunkban ezt a kettőt. De szinte egyedülállóak lennénk, hogyha ezt, tehát vagy tudsz erre példát mondani, hogy ahol ez úgy működik, vagy megvalósult a világba, esetleg rokon népek, vagy hasonló helyzetben lévő népek, ahol ezt látjuk úgymond gyakorlatban. Jó példát nehéz lenne mondanom, de azért vannak más, itt ugye kelet-nyugat határán vannak más népek, akik hasonló jellegű dolgokkal küzdenek, tehát a törökök is egyébként. Maguk a törökök. Hát ugye nem Isztambul a fővárosuk, de azért kulturális értelemben mégis, hát ugye az pontosan Európa és Ázsia határa. A törökök se tudják igazából, hogy most akkor ők ázsiaiak-e vagy európaiak. Mi tudjuk, hogy európaiak vagyunk, tehát nyilván nekünk ez nem kérdés, de ezzel a keleti komponenssel nem tudunk mit kezdeni. Jó példa szerintem nincs, de nem is biztos, hogy nekünk bárkinek a példáját kell látni, hanem a mi magunk helyzetében kell ezt megfogalmazni, hogyha mondjuk lehetne ilyen nagyon matekosan elmondani, akkor azt mondjam, hogy 70,
75% bennünk a nyugati komponens már, de ott van az a 20-25% vagy 30% keleti, és azért az sok. És azt nem lehet csak úgy zárójelbe tenni, mint hogy nem lehet azt sem mondani, hogy ez a 30% a magyar, amit néha mondunk, hogyha megsértődünk a nyugatra. Igen. Szóval jó példát nem tudok mondani, de ez engem nem zavar abban, hogy miért ne próbáljuk meg, és ha már Kassori Lajos neve szóba került, mert ugye vele is erről a kérdésről beszélgettem, ő volt az egyik fontos tanúm ebben a nyomozásban, mert hogy én azt gondolom, hogy amit ő megél, az nyilván alapvetően keleti. Igen. A keleti hagyományainknak, a keleti tradícióinknak a megélésére, de hogy olyan elképesztően magas szinten, vagy elképesztően mély tartalommal, ami szerintem a Magyarország imázsnak az egyik legnagyobb értéke ő, én úgy gondolom. De közben ő egy abszolút nyugati ember. Tehát, hogy a mentalitás, hogy vállalkozás működtet, meg amilyen körülmények között ő, az nem keleti, ő egy nyugati ember, de mégis elképesztő erős keleti erővel, és nyilván nem lehet mindenki Kassai Lajos, sajnos. Igen. De mindenki megtalálhatja maga kis kassai programját. Tehát, hogy a maga, mert hogy itt is biztos a teremben különféle százalékos arányban vannak meg bennünk ezek a komponensek. Biztos, hogy van, aki úgy érzi, hogy benne olyan 90% a nyugat, és a keleti az olyan 10, de igazából nem tudja, hogy ez pontosan mi. És nem akarom ezt így nagyon, ez már kicsit ilyen valóságtól elrugaszkodott dolog, de szerintem mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok, és lehet, hogy érdemes mindenkinek így ezt ilyen szempontból is átgondolni az életét, meg a közösségeinket, mert szerintem ezek most lehet, hogy úgy tűnnek, hogy ilyen üres filozófálgatás, de hát lássuk be, mind a mai napig nem tudtuk ezt feloldani, és egy választáson is. És lehet, hogy ezért újra és újra kérdés. Ezek tovább lépések az útja, nem? Hogy feloldjuk ezt a kompország, vagy ezt a fajta ingadozást. És ha már tovább lépés, akkor itt kérdeznék rá, ugye egy másik nagy dolgot is te csináltál, és ez a második reformkor alapítvány. Nyilván nem véletlen a névadás. Úgy érezted, hogy a reformkor a minta, és ha igen, akkor miért? Köszönöm a kérdést, nagyon fontos szerintem, mert hogy amikor 18 után lemondtam, és azon gondolkodtam, hogy akkor mi legyen az én közéleti szoftveremmel, milyen hardveren futtassam, akkor nagyjából előttem volt, hogy csinálnék egy alapítványt, és akkoriban egyébként ez csak egy ilyen kis zárójeles megjegyzés, de el kell mondjam, mert tartozom Hankis Elemérnek ezzel, hogy ezt akár hányszor szóba kerül, el kell mondjam, hogy épp pont a halálszorongásos könyvem kapcsán olvastam Hankis Elemérnek az egyik könyvét, a Félelem és szimbólumok, illetve az emberi kaland, így van. És ott találtam nagyon sok irodalmat, hogy elképesztő műveltségű ember volt. Én valami Hankis Elemért annyira nem tudtam, hogy létezik, de úgy nem, valahogy engem nem érintett meg. És teljes Hankis Elemér fan lettem, és nyilván a könyvemnek is nagy inspirációt adott. És azt gondoltam, hogy akkor hát ennyi Hankis Elemérrel ennyi találkozott, de már akkor ugye nem élt sajnos. És írom a könyvet, és közben kitaláltam, hogy akkor csinálnék egy új Reformkor Alapítvány nevű szervezetet, és mindjárt mondom, hogy miért, csak még a történet nagyon érdekes, és valahol sorszerű is, és hát nyilván nem kellett menni ilyenkor a bíróságra is, be kell jegyeztetni, csak már be volt jegyeztetve ez az alapítvány, és Hankis Elemér a halála előtt jegyeztette be, igen. Tehát hogy egy ilyen nagyon fura, tényleg már ilyen spirituális élmény volt, hogy léptenyom a Hankis Elemérbe botlottam. És hát nyilván úgy döntöttem, hogy akkor ezt már nem tudom létrehozni, de annyira motivált, hogy ezt megcsináljam, hogy akkor másik reformkor alapítvány lett a neve. Amit nem is bánok most már utólag, szerintem jobb név, elnézést kérek Hankis Elemértől, de a másik reformkor talán most már jobban is tetszik, mint név, és hogy miért. Történelem szakon végeztem, és hát nyilván a folyamatokat általában történelmi szempontból szoktam értékelni, és hogyha visszatekintek a magyar történelembe, azt a pontot kerestem, hogy mi az a pont, amire mindannyian politikai, ideológiai, kulturális, mindenféle tekintettől függetlenül büszkék vagyunk. És ez nem 56, pláne nem a Horthy vagy a Kádár rendszer, mert nagyon megosztó dolgok. Igen. Még a kiegyezésem, én egyébként alapvetően kiegyezéspárti vagyok, de tudom, hogy ez is komoly vitákat generál még akár ma is a történészek között, de a reformkorra azt gondolom, hogy a liberális, a konzervatív, a nemzeti, a szociáldemokrata, mindenki valahogy úgy jó, tehát hogy kevés olyan emberrel találkoztam, aki azt mondtam, hogy fúj, a reformkor, hát azért az szégyen volt. A kiegyezésről hallunk, de a reformkor az annyira éteri, annyira tiszta, és az összes utcánk, meg belegondolunk,
a reformkor hőseiről van elnevezve szinte. Tehát, hogy nincs még egy, és ez a kollektív tudattalanunkból fakad, hogy róluk, úgy érezzük, hogy róluk, ők megérdemlik, hát, hogy utcákat, meg tereket. Ami a legkevésbé megosztó, vagy ami leginkább ami a integratív a magyar társadalomra nézve. De, nem akar, de ami a legközelebb van. Tehát, hogy nyilván mondhatom volna Szent Istvánt is, vagy Szent Lászlót is, de hogy az már annyira távoli, hogy megünnepeljük évről évre, de nem igazából nem tudunk, hogy nagyon nehéz már kapcsolódni hozzá. A reformkorhoz is nagyon nehéz, mert az is tehát valahol szomorú, hogy ennyit kellett visszautaznom időbe, hogy egy ilyen pontot találjak, de ez volt az első pont. És aztán meg annyira megérített az egész reformkor, hogy hát lényegében ugyanolyan, nagyon sok párhuzamot láttam az akkori magyarság, meg a mostani magyarság helyzetében, mert egyébként a 18. századi magyarságnak a története nem volt egy olyan nagyon hú, de erős történelem. Ugye a Rákóczi szabadságkárt leverése után egy ilyen kicsit... Tehát egy hasonló hangulat volt, nem? Hát, hogy most, az akkori értelmiség nem is nagyon szeretett már magyarul beszélni, az sem volt biztos, hogy egyáltalán szükség van a magyarság, nem kellene beolvadnunk ebbe a germán világba, mielőtt a szlávok felszívnak bennünket, ott ugye voltak már ezek a nagy jóslatok, és egyszer csak jön a reformkor lényegében a semmiből, ami úgy mindenkit magával sodort. Nyilván utólag ez megszépül, mi a szépet látjuk már csak ebbe, és ott is biztos, hogy utálták egymást egy csomóan, meg az egyik... Nagy hitviták. Voltak nagy hitviták, meg az egyik elszerette a másiknak a feleségét, meg ugyanúgy biztos megvoltak ezek a sztorik, de hogy mégis valahogy a kollektív emlékezetben egy ilyen nagyon-nagyon éteri, nagyon szép erről beszélni, és olyan jó. És ami meg tagadhatatlan, hogy mi történt ott a reformkorban, ami ezt kioszta, a lényegében szerintem egy munkaterápia volt, amire most is szükségünk lenne. Találtunk olyan célokat, és itt egyébként a kelet és a nyugati komponens nagyon jól volt, mert Széchenyi kelet népéről írt, tehát hogy találtunk olyan pontokat, amik olyan modernizációs, a nyugatos felzárkózáshoz kapcsolódó célok voltak, ami viszont a nemzeti büszkeségünket erősítette, és az identitásunkat erősítette, és lelkesíteni tudott egy csomó embert. Tehát a reformkornak voltak ügyei. Szerintem ez egy kulcskérdés volt, hogy a reformkor értelmisége és az akkori döntéshozói is megtalálták a magyarságnak azokat a valódi céljait, amik abban az időszakban valóban előre vitték ezt az országot. És ez annyira erős volt, annyira erősen találták meg, és annyira hittek benne, és annyira jól csinálták, hogy ez egyszerűen maga alá gyűrte a politikai, meg mindenféle egyéb érdeket. És szerintem, ha lesz, csak ugye egyébként 2025-ben lesz 200 éves a reformkor, tehát hogy még ilyen aktualitása is van. Hát most nem érzem azt, hogy benne van a levegőben, de mint célkitűzés, mint idea engem nagyon lelkesít. Tehát, hogy azért megélni valami olyat megint, hogy így oncsuk ezeket a nagy célokat, meg embereket, meg ötleteket, meg azt a pezsgést, amit én lehet, hogy csak utólag belevetítek abba az időszakba. Engem az úgy még most is úgy megborsózik kezem, lábam tőle, hogy ott azért tényleg büszkeség volt talán magyarnak lenni. Mint történész. És ez egy furcsa kérdés, és tudom, hogy erre nehéz olyan nagyon direkt választ adni. De az emberek van egy olyan érzése e kapcsán, hogy jobb lett volna, ha a reform, de ez lett egy forradalom. Na, tehát a reformkor ugye 48-as forradalomban csúcsosodott ki, ami aztán elbukott. Nyilván ez nagyon hipotetikus, és senki ember meg nem tudja mondani, hogy, és nyilván nem fogunk olyat mondani magyarként, hogy jobb lett volna, hogyha nincs forradalom, hanem megy tovább a reformkor. Inkább úgy kérdezem, mi lett volna, hogyha nincs forradalom, ha megy tovább a reformkor, vagy akár a mai világra is vetítve, általában jobb a reform, mint a forradalom, vagy helyzettől függ? Hát Széchenyi ebbe a dilemmába őrült bele lényegében. Én a forradalomra meg a szabadságharcra nyilván büszke vagyok, de alapvetően úgy tekintek rá, mint egy nemzetközi szituációra. Tehát azért az nem úgy volt, hogy volt Magyarországon a reformkor, és akkor kitört a forradalom meg a szabadságharc, hanem ugye 1848-ban egész Európát elárasztotta ez a fajta forradalmi hév, és nyilván bennünket is, és hát úgy tűnik, hogy pont a reformkornak, meg ennek a felhajtóerőnek köszönhetően ez adott egy akkora erőt, hogy szabadságharcá erősödött, és hát tényleg az osztrákok nem tudták leverni. Tehát be kellett hívni a hatalmas orosz hadsereget, hogy valamit ezzel kezdjenek. Nem tudjuk, mit az a történet, és én nem szeretném egyébként, hogy szabadságharcba kelljen elhullani megint, de én azt gondolom, hogy a reformkor bizonyos értelemben annyira erős volt, hogy túlívelt ezen. És azok az energiák, amiket elindított, az túlélte. Tudod, a kiegyezésben és szerintem a kiegyezésben folytatódott, és ott én azt gondolom, hogy egy reális politikai kompromisszummá
sokkal többet is el lehetett volna érni nyilván, de abban a politikai helyzetben ez volt talán a maximum, amit vér nélkül el lehetett érni, és szerintem ez a 19. századi fejlődésünknek egy adott egy lélektani alapot, és akkor tényleg úgy tűnt, hogyha valaki akkor ránézett Magyarországra, nyilván tele volt itt is társadalmi ellenmondással, meg ugye a nemzetiségek problémáját, aztán Trianonban meg is tapasztaltuk, hogy miért, mennyire rosszul kezeltük, és a társadalmi mobilitás problémáját, meg a nagyon sok szegény jobbágyi réteget. Tehát voltak ilyen társadalmi problémák, de alapvetően, hogyha rátekintettünk az akkori Magyarországra, gondolom én, vagy legalább én történész fejjel így ránéztem, akkor ott benne volt a lehetősége, hogy itt elindul egy ilyen lassú felzárkózás, legalább Ausztriához, vagy mondjuk közép, tehát a Németország irányába, és egy ilyen polgárosodó közöbb. Ezt a szót akartam éppen kimondani, hogy hát, ugye csak már szégyeljük ezt a szót mondani, pedig igazából ez a lényeg. Tehát az elmúlt, a reformkor, amit hozott, és azóta ezt újra és újra kimondjuk, meg neki veselkedünk, aztán soha nem akarjuk igazán, de hogy igazából ez a polgárosodás cél. Igen, mert akkor úgy tűnt, hogy elindult, tehát elindult a reformkorral, kicsúcsosodott a forradalomba, akkor ugye a kiegyezésnél megint, mintha elindult volna egy ilyen folyamat, hogy az egész ország polgárosodott, városiasodott kicsit, ez a polgári mentalitás is minden erősödött, és ugye ennek gyakorlatilag 45-ben hát bizonyos fokig vége lett. Igen. Vége lett? Vagy... Nyilván búvópatakként így tovább ment, nyilván történt egy, szerintem már a Horthy rendszer alatt sem a polgárosodás folyamatát, ott is azért, tehát ott egy ilyen refeudalizáció, meg egy ilyen, az a nemesi, úri Magyarországot próbálta Horthy Miklós újjáteremteni, szerintem egy rossz társadalompolitikai cél volt a polgárosodással szemben. És nyilván a Kádár rendszer, meg a mostani is, tehát hagyd legyek ennyire aktuál politikai, hogy a mostani rendszer is, miközben ugye a Fidesz a polgári Magyarország zászlajával nyert először választás, hát most nagyon sokkoló lesz, amit mondok, de mindegy, igazából nem vagyok politikus jelen pillanatban, úgyhogy nincs ilyen felelősségem, de hogy én azt gondolom, hogy még a Kádár rendszerben is nagyobb polgárosodás zajlott, mint az Orbán rendszerben. Tehát megmerem ezt kockáztatni, hogy a Kádár rendszerben nagyon sok paraszt családnak, munkás családnak a gyermeke tudott kitörni társadalmilag, most is nyilván, de a helyzethez képest, azt gondolom, vagy a lehetőségekhez képest, meg a történelmi szituációhoz képest szerintem ilyen értelemben a mostani rendszer az inkább a feudálisabb. Hát igen, mert akkor mondhatjuk azt, hogyha mondjuk egy munkás paraszt családból, vagy egy cigány családból akár, mondjuk egy értelmiségi lett, akkor az egy polgári lépés volt, vagy ha vállalkozó lett, vagy tehát akár csak munkája lett, vagy városban. Egy munkanélküli közegből munkája lett, az is egyfajta polgárosodás. Igen, mert a polgárosodás, ugye ezt definiáljuk, mert ez egy ilyen gumi fogalom, hogy mindenki sok mindent ért alatta. Számomra a polgár az ember, aki anyagilag és intellektuálisan is független. Vagyis a politikai szavazat, hogy most én nagyon leegyszerűsítsük a kérdést, a politikai szavazat az ő döntésén múlik. Tehát nincs semmilyen anyagi kényszer, semmilyen intellektuális befolyásolás, ami, tehát ezek fölött áll ennek. Van egy olyan egzisztenciája, hogy nyilván nem azt jelenti, hogy most mindenképp, ez nem jelent luxus életmódot, de egy olyan biztos egzisztenciát, hogy nem kell neki anyagi érdekből bárkire is szavaznia, és nem tudja senki őt a orránál fogva vezetni az urnához és megmalmozni. Szerintem ez a polgár, aki tájékozódik, kérdéseket tesz fel, kritikus a saját pártjával szemben. És én mindig el szoktam mondani, hogy a legnagyobb probléma nem az, tehát hogy akkor lesz Magyarországon polgári társadalom, hogyha nem a másik pártját kérjük számon. Tehát az nagyon könnyű. Nem, hát a sajátunkat kellene számon kérni, hogy a saját pártuk, tehát hogy a Fidesz, meg ne az ellenzéki pártok kérjék számon, a Fidesznek az elmúlt 12 évében nagyon sok dolgot a saját szavazóinak kellett volna számon kérni. Miközben egyébként azt is hozzáteszem, hogy én azok közé tartozom, aki politikusként is, meg most is elismerem azt, hogy a Fidesznek volt egy csomó olyan döntése, a NER-nek, ami egyébként jó döntés, és hogyha megszűnik a NER, meg összeomlik a NER, akkor is érdemes megtartani, és nem kiönteni a fürdővízzel. És akkor megérkezünk a jelenbe, még egy kicsit a polgárosodás, és aztán utána azért már teljesen a valószínűleg az aktuál politikánál fogunk kikötni. Tehát ugye, ahogy mondtad is, most is ezt látjuk, tehát igen, sajnos ez a polgárosodás, ez megakadt, és szinte visszafele indultunk el.
Van ebből kiút? Vagy, tehát mi most itt állunk 2022-ben lényegében, mit, és nyilván érezzük itt, szerintem akik itt vagyunk a teremben szinte mindenki, meg ugye elég sokan Magyarországon, talán 2 millió ember legalább, de lehet, hogy több is, hogy ez a bajok egyik forrása, a megakadt polgáriasodás, és hogyha ez működne, ha önálló egzisztenciális és önálló gondolkodású emberek lennének, akkor nem is lenne a nagy probléma, hogy most Fidesz, vagy Jobbik, vagy bármelyik párt, mert akkor az emberek tudnának választ. Jobbik kapcsán már ne rám utogass. Bocsánat, igen. LMP, akkor mondom a sajátomat. LMP. Fidesz vagy LMP például, ez egy jó választási lehetőség. Tehát akkor ez, hogy mondjam, nem úgy merülne föl, mint most, hanem az akkor egy olyan nyílt verseny lenne, ahol ezeknek az embereknek a meggyőzőséért menne a verseny, és ők nyilván van ennek elvárások is, de ugye megakadtunk. Hogy látod most, hogy tudunk ebből a kátyúból kikecperegni? Hát nyilván nagyon nehéz. Talán Bibó beszélt az ilyen kényszerpályákról, ugye, hogy minden generációnak van egy kényszerpályája, egy mozgástere, amin belül döntéseket kell hoznia, és azok a döntések, amiket hoz, az meghatározza a következő generáció mozgásterét és kényszerpályáit, és hát elég sok rossz dönt, majdnem csúnyában mondtam, döntést hoztunk az elmúlt 100 évben mondjuk, és ez nyilván egyre szűkítette a mozgásteret, és amivel én mostanában nagyon sokat foglalkozom, meg úgy becsípődött nálam ez a téma, ez a társadalom lélektan és a társadalmi patológia. Uh-huh. Mert hogy azt hiszem, hogy mi mentálisan betegek vagyunk, így közösségként. Uh-huh. Tehát, hogy ha lehet ilyen, ugye ez egy ilyen érzékeny dolog, hogy van-e egy között, tehát hogy azt tudjuk, hogy vannak egyéni értelme, vannak mentális betegségek. Van pszichopatológia. De hogy van-e társadalmi patológia, az már vita tárgya. Hank is egyébként, mint kiderült, írt erről is. És szerintem van. Tehát, hogy mi nagyon súlyos mentális sérülésektől szenvedünk. Szerintem apakomplexusunk van. Az mondjuk egész Kelet-Közép-Európára jellemző, tehát hogy várunk egy vezérre, aki leveszi a vállunkról a terheket. Anyakomplexusunk is van, az már talán inkább magyar jelenség, hogy így... Ugye, mi gondoskodó? Anya vagy? Igen, aki szeret, mert hogy a magyar... Szeretethiány. Tehát, hogy mi egy olyan, tehát hogyha belegondolunk, ezt például pont az egyik interjú alanyom mondta, és olyan érdekes volt számomra, ő azt mondta, hogy bárhol Európában körülnézel, minden európai nemzet átéri azt, hogy neki van egy szövetségese, testvére, rokona, még a román is. Hogy tényleg az a rokona az egy más kérdés, de hogy van egy ilyen élménye. Egy portugálnak is. Tehát tudja, hogy a spanyol valami más, de ugye nagyon... Rokon. Igen, tehát hogy van egy a szlávok, a germánok, az angol szászok, tehát hogy van egy ilyen... Nekünk nincs. Tehát a Kárpát-medence így földrajzilag is, a nyelvünk meg kulturálisan bezár bennünket egy ilyen buborékba, és egy ilyen kozmikus egyedüllétben vagyunk, és hozzászoktunk már ehhez, tehát hogy ezt már megszoktuk, de igazából el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, amikor valakinek olyan érzés, hogy egyébként vannak hozzám közel álló, és mindig ugye kapaszkodunk ebbe a lengyel-magyar két jó barát, hát ha éppen az érdek úgy diktálja, igen, meg persze vannak ennek történelmi alapjai, és én nem akarom ezt lebecsülni, de azért nem éljük át ezt olyan szerintem, ez nem ugyanaz. És ezért van az, hogy ha megfigyeljük, hogy amikor valaki megdicséri Magyarországot külföldről, hát akkor mi áll azonnal oda a lába, azonnal csókolgatnánk a lábúját neki. Mert ki vagyunk éhezve a szeretetre. Igen. Azt érezzük, hogy bennünket senki nem szeret, mert mindenki csak utál. Erre Orbán Viktor nagyon ügyesen rájátszik, tiszteljétek a magyarokat, becsüljétek meg a magyar embereket. És ugye, ja igen, na végre valaki ezt kimondta. Tehát ugye nagyon jól játszik ezeken a társadalmélektani húrokon Orbán Viktor, de ez egy anyakomplexus szerintem. Van egy tanultehetetlenség is bennünk. A tanultehetetlenséget ugye a náci haláltáborokban, meg a gulágon figyelték meg. Az a jelenség, amikor az őrök kinyitják az ajtót, és azt mondják az ott lévőknek, hogy menjetek. És nem mennek. Mert ők már nem hisznek abban, ugye azok után, a tortúrák után, vagy szenvedések után, amin átmentek, lényegében elveszítik a hitüket abban, hogy ez nekik jobb lehet. És én, mintha azt érezném a magyarságon, hogy mi is picit elveszítettük a hitünket. Így az elmúlt 500 évben ugye soha nem sikerült az autonómiánkat, a szabadságunkat kivívni, és mintha lenne bennünk egy ilyen mély, tanult tehetetlenség, hogy úgyse sikerül nekünk. Ugye made in Hungary, az olyan, igen. Az olyan gagyi. Igen. És hát van egy 20. századunk, azt talán egy ilyen poszttraumás stressz szindrómaként azonosítanám így kollektet, tehát hogy egyszerűen 10 évenként tönkretettük a nemzet másik felét. De úgy, hogy vér is folyt. Tehát, hogy, talán ebbe a háború és béke, hogy egy picit rákossunk az aktuál politikára, tehát ebbe, hogy ez ennyire erős hívószó lett. És ugye sokan egyébként nem értették, tulajdonképpen az ellenzéki politikusok sokszor azt mondták, hogy hát
az összes európai országban, de még a környező hozzánk hasonló országban is működött az, hogy hát itt egy erkölcsi állásfoglalást kell tenni, oda kell állni az ukránok mellé, ha kell, akkor fegyvert szállítani, és valóban azt látjuk, hogy ez Csehországban, Szlovákiában is működött, Magyarországon nem. Hogy ennek szerinted, miközben a traumák ezért meg voltak, tehát nem tudom, hogy Magyarország jobban traumatizálódott a 20. században, és ezért erősebb ez a béke vágy, hogy csak az ne legyen, hogy mi úgymond belesodródunk, vagy hogy esetleg itt áldozatok lesznek? Nyilván mindenkinek a saját fájdalom a legnagyobb, de azért, hogyha megnézzük a 20. századunkat, azért Trianontól a másik világháborús pusztítás, a holokauszt, utána jött ugye ugye volt már a világháború, vagy a Trianon után egyből vörös terror, fehér terror, és akkor a 20. század végig. Lényegében Kádár arra épített, hogy már ki voltunk fáradva. Igen. És már egy kis vízsére, meg egy kis sörre vágytunk. Már annyira elfáradtunk a történet, meg egymás gyilkolászásába, hogy most már hagyjon mindenki békén, és hagyj pihenjünk egy picit. Aztán picit megunttuk ezt a pihenget, és Orbán Viktor újra előhozta belőlünk a régi kuruc szellemet, hogy azért igen. Most már mégis azért mutassuk meg, hogy szabadság, ugye ez ott rendszerváltás, álljunk ki a szabadságunkért, álljunk ki magunkért. Igen, most, tehát nyilván ezek ilyen tendenciák, meg ilyen hullámok, amik éppen fölmennek, meg lemennek. De én azt megmerem kockáztatni, és talán nem vagyok ebben nagyon elfogult magunkról, hogy szerintem mi traumatizáltabbak vagyunk még talán a környező országoknál is. Uh-huh. Az ukránokkal kapcsolatban miért és hogyan éreztük, szerintem azért abban az is belejátszik, hogy mondjuk egy csehnek vagy egy szlováknak az ukrán éppen a szlávsága miatt nem, talán mást érez, mint mondjuk mi, és nem is hiszem, hogy olyan súlyos vitáik voltak az ukránokkal az elmúlt években, mint mondjuk nekünk. Tehát azért el kell ítélni az orosz agressziót, és nyilván az ukrán menekülteket be kell fogadni, és nekik lehetőséget kell adni, de azért én ettől még nem lettem ukrán barát. Uh-huh. Tehát, hogy a szenvedésükkel együtt érzek, és kell ebben segíteni, de azért én nem valahogy nekem... Na, tehát nem az ukránok a szívem csücske. Tehát, hogy ugye nem is az oroszok nyilván ilyen értelemben, de hogy szerintem az, amit én ezzel kapcsolatban dadogva próbálok itt elmondani, szerintem azt nagyon sokan érzik Magyarországon. Tehát azért azt mondjuk, hogy Magyarországon nem szeretik az ukránokat. Nem tartozik a... Tehát ugye megkérdeznék a magyar embert, hogy mondjon európai népeket, akiknek igen. Szívesen lenne a szomszédja, mármint hogy a szomszédjába költözne, akkor az ukrán nem lenne benne az első 20-ba szerintem. Hát igen, pedig nincs olyan sok nemzet azért. Egyébként most két dolgot jutott eszembe, és itt most lehet, hogy élőben megfejtés fog történni, mert nekem ez most jutott először eszembe, úgyhogy följegyezzük. De. Az egyik az egy apróság lehet, hogy az ukrán maffia ugye 90-es években például... Ezek a sztereotípiáik vannak is. De ami jobban, ugye, amit mondtál a Trianon, és hirtelen az jutott eszembe, hogy a trianoni trauma, hogy ugye ott mi traumaként éltük meg, a csehek, a szlovákok, a románok meg úgy élték meg, hogy tulajdonképpen létrejött az ő nemzetállamuk. És lehet, hogy abban, hogy ők szolidárisabbak az ukránokkal, ez a fajta hasonló helyzet van, hogy tulajdonképpen az ukránok is egy viszonylag ugye mondhatjuk fiatal nemzetállam, ugye ezt most elolvastuk, hogy hát Ukrajna azért annyira nem létezett 100 éve vagy 200 éve. Tehát egy fiatal nemzetállam, ahova így vagy úgy, de kerültek területek, és ők most ezért küzdenek, és lehet, hogy azért más a mi hozzáállásunk, mint mondjuk a szlovákoké vagy a románoké, mert pont a trianoni helyzetből adódóan. Ez is akár benne lehet, igen. De akármi is a válasz, az biztos, hogy a magyar társadalomnak van azért nem veti föl a magyar társadalmat az ukrán barátság, és a háború nyilván ebben okozott változás, de ez nem ukrán barátság volt, hanem inkább egy orosz ellenesség. Mm. Tehát a magyar társadalomban meglévő igen. Orosz ellenességet erősítette föl, de mégiscsak a szabadságharcaikat az oroszok verték le, meg úgy azért, tehát, na. És szerintem erre, meg amúgy is az elmúlt időszakban Orbán Viktornak a Putyinnal való barátsága miatt azért volt egy ilyen folyamatos orosz ellenesség, legalábbis az ellenzék részéről építve, és ezt a háború így berobbantotta. Uh-huh. De szerintem azt az ellenzék nagyon rosszul mérte föl, hogy ennek a határai mekkorák. Igen. És szerintem az egy nagyon elhibázott nyilatkozat volt, amikor Márki-Zay Péter a Partizánban azt mondta, hogy akár fegyverrel is, mert az akármit is gondolunk róla, erről, amit ott mondott, de bocsánat, szabadba vágtam. Ugye sokan írták, talán te is, nekem is úgy tűnt, hogy az a pont volt, az, ahol az ellenzék, és akkor itt most rájövünk az aktuál politikára, és utána egyébként lesz lehetőség kérdezni is, tehát ez már a záró rész. Tehát a Márki-Zaynak ez a Partizán nyilatkozata, ez volt az a fordulópont szerinted, ahol megfordult a
korábban azért ellenzéki, tehát úgy mérték korábban ugye az adatokat, hogy hát itt legalábbis egy szoros verseny, és akár ellenzéki győzelem is jöhet, mint hogyha ott megfordult volna a dolog, és attól kezdve az ellenzék inkább a túlélésért küzdött, vagy hogy ne következzen be az, ami bekövetkezett. Tehát az a kérdésem, hogy ez lett-e a fordulópont, illetve milyen egyéb okokat látsz, ami miatt ugye ez a nagyon hát ellenzéki szempontból tragikus helyzet előállt végül? Szerintem a háborús nyilatkozat és az arra épített kommunikációs harc, az már inkább a kétharmadot döntött el, nem a választást. A választás szerintem az előválasztás után dőlt el. Ha az előválasztás, tehát ha az ellenzék szerintem az elmúlt 4 évben egy napon tudott volna választást nyerni, az előválasztás után mondjuk 1-2 nappal. Hát akkor volt meg az a fajta ilyen erkölcsi felhajtó erő, amikor azt lehetett érezni, hogy az ellenzék most úgy megmozdult, hogy valami történik. És szerintem utána elkövetett egy óriási hibát az ellenzék, ez pedig az, hogy nem történt semmi egy hónapig. Talán Donát Anna hívta fel a figyelmet, és egyébként ebben nagyon igaza volt, hogy ki lett dobva a legfontosabb hónap. Tehát, hogy nyilván ez abból fakad, hogy valószínűleg Márki-Zay Péter sem készült győzelemre. Tehát nem volt fölépítve ennek az egésznek a stratégiája. Őt is meglepte szerintem ez a győzelem, és ő nem készült arra, hogy neki... Mert ugye, ha valaki megnyer egy előválasztást, és az országot akarja irányítani mondjuk x hónap múlva, akkor körülbelül azt várja tőle a társadalom, még ha nem is, nincs is ennek a tudatában, de azt várja tőle a társadalom, hogy megnyerte az előválasztást, és másnap egy nemzetközi sajtótájékoztató meghirdeti a programot, amivel Magyarországot talpra fogja állítani. És ez nem történt meg. Tehát Márki-Zay Péter napokig eltűnt, az ellenzék is nyalogatta sebeiket páran, meg beszólogattak, és akkor onnantól kezdve, hogyha most már nyilván a háború ezt így elmosta, de visszaemlékezünk, hát egy lényegében jöttek a rosszabbnál rosszabb nyilatkozatok, a tragikomikus Facebook videók, tehát hogy ott hiba hátán jött, és szerintem már akkor is az ellenzék, tehát már bukásra állt az ellenzék. Ugye talán emlékszünk rá, hogy ki is szivárgott egy fölmérés, amit akkor még úgy sokan azt úgy kezeltük, még én is, hogy hát azért ez azért nem. Tehát ennyire azért nem vezetett a Fidesz. Nem is hittem, hogy ez valami fajta megkévesztés. Igen, de úgy tűnik, hogy nem. Tehát hogy én szerintem ez már ott eldőlt, ez a választás, és a háborús dolog az pedig én azt tapasztaltam a környezetemben, hogy még az ellenzéki táboron belül is pusztító hatású volt. Tehát, hogy én akkor, utána a következő napokban nagyon sok olyan ellenzék ismerősömmel beszéltem, akik stabil ellenzékiek voltak, és nem azt mondták, hogy nem mennek el szavazni, stb., hanem azt mondták, hogy behúzzák Orbán Viktorra. Tehát, hogy olyan ellenzékiekkel találkoztam, akik azt mondták, hogy Isten ments, hogy Márki-Zay Péter legyen a miniszterelnök. És ez elindult az ellenzéki táboron belül szerintem. Lehet, hogy láthatatlanul, de én mondom, én még láttam is ennek jeleit, már nem tudtam fölbírni ennek a nagyságát, de láttam a jeleit. Elindult egy ilyen folyamat, ami aztán április 3-án sokkolta szerintem még a Fideszt is. Igen, szóval ők is meglepődtek, úgy tűnt.